Az UEFA elnöke alaposan udaszúrta a Superliga kapcsán a Barcelonának és a Real Madridnak. A Real Madrid védője, Nacho Fernández, Sergio Ramos nyomdokaiba lépett. Meglepő helyre igazolhat Rafael varán. Az FC Barcelona döntést hozott Robert Lewandowski-val kapcsolatban. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka tv ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Az Erste FC Köln tegnap a hivatalos oldalán tudatta, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Stefan Baumgart vezetőedzővel, akinek azért köszönték meg a munkáját a klubvezetők, mert a csapat az irányításával a mostani idényben 16 forduló alatt mindössze két győzelmet arat miközben tíz alkalommal is vesztesen hagyta el a pályát, és így jelenleg a kieső zónában tartózkodik a Bundesligában. A Nidzai Bíróság tegnap felmentette a Nice korábbi vezetőedzőjét, Krisztof Gátyiét, aki ellen muszlim labdarúgók elleni diszkrimináció és zaklatás vágyával indult eljárás. Az ügy idén áprilisban robbant ki, amikor is a francia sajtó nyilvánosságra hozta a Níz korábbi vezérigazgatójának, Julian Forniének, az egyik a klub tulajdonosainak 2022. májusában írt levelét, amiben a sportvezető azzal vádolta meg az akkor a Nidzai Gárdát irányító gáltyjét, hogy az kevesebb fekete és muszlim játékost akar látni az együttesében, illetve hogy a szakember folyamatosan panaszkodott azokra a labdarúgókra, akik nem voltak hajlandóak felfüggeszteni a Ramadánt a Emiatt a Nidzai államügyész Damien Martinelli egy év felfüggesztett börtönbüntetést és 45 ezer eurós pénzbüntetést kért Gáltjára. Azonban a bíróság vizsgálata nem talált bizonyítékot az 57 esztendő szakvezető bűnösségére, így aztán tegnap minden vádpontban felmentették a NISZ után, a Paris Saint Germainnél, jelenleg pedig a Katari El duhailnál tevékenykedő mestert. Tegnap Finnországban sikeres műtéten esett át a Chelsea csapatkapitánya Rhys James, aki még az Everton elleni bajnokin szenvedett súlyos combizom sérülést. Az angol sport sajtó szerint a 24 éves jobb hátvédre emiatt több mint három hónapos kihagyás vár, így James várhatóan csak valamikor áprilisban térhet vissza a pályára. Általában nem számít szenzációnak, ha egy labdarúgó otthon tartózkodik, Tom Lakior esetében azonban ennél jobb hírt most nem is kaphattak volna a futballszurkolók. A Luton Town csapatkapitánya csütörtökön hagyhatta el a kórházat, ahová azt követően szállították be, hogy a hétvégi Bornmős bajnoki mérkőzésen leállt a szíve. A 29 éves játékos életét a gyors orvosi segítség mentette meg, már a kórházban magához tért. Állapota folyamatosan javult, 5 nappal az eset után pedig haza is engedték, hogy családja körében folytathassa a lábadozást. A labdarúgó testébe egy defibrillátort ültettek, amelynek az a feladata, hogy a jövőben megelőzze hasonló hirtelen szívleállást. A Luton Town és a Lakier család közös közleményében köszönetet mondott a Bormősz orvosi szurkolóinak és külön Filip Billingnek, aki elsőként sietett a pályán eszméletét vesztett játékos segítségére a Bormuis orvosi csapata és a helyi mentősök segítségének, valamint az ilyen esetekben alkalmazott protokollnak és a saját orvosi stábunk professzionális közbeavatkozásának köszönhetően kapott esélyt Tom arra, hogy felépüljön, amiért hálásak vagyunk áll a kommunikében, amelyben a klub és a család azt is leszögezte, a mostani esetnek nincs köze ahhoz, hogy Lakior er májusban a The Championship rájátszásának döntőjében is szív problémák miatt volt kénytelen elhagyni a pályát. A legelismertebb kardiológusok ellenőrizték, hogy Tom és a klub a Championship rájátszásának döntője óta betartja az orvosi utasításokat. A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérték az eseményeket. Megerősítjük, hogy a hét folyamán elvégzett vizsgálatok arra az eredményre jutottak, hogy a szombaton történtek, semmilyen összefüggésben nem állnak a májusi pitvar fibrillációval. Az egyelőre nem tudni, hogy Tom Lakyör folytathatja -e a pályafutását. Az viszont már biztos, hogy az egy es állásnál félbeszakadt mérkőzést teljes egészében újra játszák. A Premier League ugyanis úgy döntött, hogy nem veszi figyelembe a félbeszakítást megelőző 59 percben történteket, hanem egy új mérkőzést rendeznek, ennek időpontjáról azonban egyelőre még nem érkeztek információk. Tegnap este befejeződtek a La Liga 18. fordulójának küzdelmei, és ekkor lépett a pályára a tabella első két helyzetje, a játéknapot megelőzően az első helyen álló Zsirona és a második helyzet Real Madrid is. Előbbi a Real Betis otthonában vendéges kerett, és egészen a hajráig úgy tűnt, hogy a katalán kis csapat négy meccsesre nyújtja a győzelmi sorozatát a bajnokságban, hiszen a 88. percben még egy nullára vezetett. Ekkor azonban a Sevillai gárda egy szöglet utáni kavarodás után egyenlíteni tudott, így végül egy-egyes döntetlen Zárult a találkozó. Ezzel pedig nagy lehetőség nyílt a Girona után pályára lépő Real Madrid számára, hogy egy győzelemmel pontszámban utolérje a piros-fehérmezes csapatot a tabella élén. A királyi gárda pedig nem szalasztotta el ezt az ígyszert, Carlo Ancelotti együttese ugyanis 1-0-ra nyerni tudott az Alaves otthonában. Ezért a sikerét ugyanakkor kőkeményen meg kellett küzdenie a madridi csapatnak, de hogy ez egy ennyire nehéz meccs lett a vendégek számára, az Nacho Fernándeznek is köszönhető, akit az 54. percben egy brutális belépő miatt kiállította a játékvezető. A 33 éves védőt egyébként már másodjára állították ki a mostani idényben, hiszen a Girona elleni 8. fordulóban megrendezett meccsen is ugyanígy járt. Ez fogható, vagyis hogy egy szezonon belül két piros lapot is kapjon valaki, legutóbb Sergio ramos történt a Reában, még a 2017-18-as kiírásban. A fővárosi együttes azonban 10 emberrel is meg tudta nyerni a meccset, mégpedig egy 92. perces gollal, amit egy szöglet utáni fejesből a mezőny egyik legalacsonyabb játékosa, Lukás Vázquez jegyzett. Érdekesség, hogy a Real kapuját 18 forduló alatt mindössze 11 alkalommal tudták bevenni az ellenfelek a bajnokságban. Nem mellesleg ez csupán a harmadik alkalom, amikor a Madridi, a Kenyi vagy ennél kevesebb gólt kaptak a szezon ezen szakaszában, és amikor ez korábban megtörtént velük az 1961-62-es, valamint az 1971-72-es idényben, akkor mindkétszer aranyérmet ünnepelhettek a szezon végén. Erre most is jó esélyük van, hiszen a 18. forduló után újfent az ő nevükkel kezdődik a láliga Liga tabellája. Igaz a blankók, csak a jobb gól különbségüknek köszönhetően előzik meg a hozzájuk hasonlóan szintén 45 ponttal rendelkező Gironát. A 18. fordulóhoz értek a Premier League küzdelmei is, amely tegnap este a Crystal Palace Brighton mérkőzéssel vette kezdetét, a találkozó pedig egy-egyes döntetlennel ért véget. Vereséggel búcsúzott a 2023-as évtől az FC Barcelona. A katalán sztárcsapat ugyanis magyar idő szerint ma hajnalban 3-2-es vereséget szenvedett egy barátságos mérkőzésen a mexikói klub Amerika együttesétől. A gránátvörös kékek két gólját két saját nevelésű játékosuk, Jami Jamal és Mark Guiú szerezték. Eme találatoknak köszönhetően pedig a szünetben még a Barca vezetett 2 1 -re. Azonban az észak-amerikai együttes a fordulás után megfordította az eredményt. A Barca mentségére szóljon, hogy Xavi nem a legerősebb kezdőt küldte a pályára a Dallasi Cotton stadionban megrendezett mérkőzésen, amelyet a katalánok a hírek szerint 5 millió euró ellenében vállaltak be. Látogass el partner oldalunkra a büntetőcom ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeret terjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig a kiemelt híreink következnek. Németországi hírek szerint a Real Madrid David Alaba sérülése miatt januárban megpróbálhatja visszaigazolni a Manchester United-től Rafael varánt, aki még 2021-ben távozott a királyi gárdától. Az elmúlt időszakban egyre többet egy arról, hogy Varán nem érzi jól magát Angliában és szívesen távozna United-től, ahol ebben az idényben már nem számít alapembernek. 2021-es érkezése óta alig több, mint a mérkőzések felén jutott szóhoz. Ebben a szezonban pedig mindössze 430 percet töltött a pályán a bajnokságban, Erik. Ten vezetőedzőnél, ugyanis Harry Maguire, Victor Lindelöf, de még Johnny Evans is megelőzi a rangsorban. Ez pedig kapóra jöhet a Real számára, amelynél Éder Militá után nemrég David Alaba is súlyosan megsérült, így jelenleg nem sok egészséges belső védő áll Carlo Ancelotti rendelkezésére. Nem csoda, hogy az olasz szakember a hírek szerint januárban mindenképpen szeretne igazolni valakit erre a posztra. Kézenfekvő megoldásnak tűnik az a várán, aki 2012-től kezdve 9 éven át szerepelt a királyi gárdában. Több mint 350 mérkőzésen viselte a klubbezét, három bajnoki címet nyert a csapattal, és négyszer a bajnokok ligájában is felért a csúcsra. Hasonló sikerekre Angliában úgy tűnik nincs esélye a 30 éves védőnek, aki alig nem szívesen szerepelne olyan klubban, amely versenybe szállhat a trófeákért, és nem csoport utolsóként esik ki a BL-ből, mint a Manchesteriek. Az Old Traffordon sem mindenki bánná, ha a francia januárban elhagyná a klubot, hiszen a Ten Hag által elképzett újjáépítéshez pénzre van szüksége a Premier League-ben jelenleg csupán a hetedik helyen álló csapatnak. Várán pedig az elmúlt időszak visszaesése ellenére továbbra is piacképesnek számít, ráadásul az sem jönne rosszul a Unitednek, ha a világbajnok játékos védő évi csaknem 18 millió fontos fizetését sem kellene továbbállni. Eddig inkább arról szóltak a hírek, hogy valamelyik szaudi klub nyújthat a télen mentővet a manchesteriek számára, de a sportbild újságírója Christian Falka minap arról számolt be, hogy értesülései szerint a Real Madrid is kész harcba szállni váranért. A francia pedig alig, ha gondolkodna sokat, ha a korábbi klubja és a közel-kelet közt kell választania. Persze, mint tudjuk, van az a pénz. Természetesen nem csak a távozókkal, hanem a lehetséges érkezőkkel kapcsolatban is rendre fel, -fel a hírek a Manchester Unitednél. A legújabb bedobott név pedig nem más, mint Kubo Takefusa. A Real Sociedad Japán támadója szenzációsan teljesít a baszk csapatban, amióta 2022 nyarán San Sebastiánba igazolt a Real Madridtól. Az előző szezonban 35 bajnokin lépett pályára és 9 gollal, valamint 7 gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a Real Sociedad kivívta a bajnokok ligája részvétel jogát, és a jelenlegi idényben sem teljesít rosszul, sőt, a La Ligában 17 találkozón 6 gólt szerzett és 3-at készített elő, a BL-ben pedig mind a 6 mérkőzésen remekelt és főszerepet játszott abban, hogy együtteset csoport elsőként jusson a legjobb 16 közé. Az angolok állítólag mintegy 50 millió eurót szállnak Kubo megszerzésére, ám közel sem biztos, hogy ez meggyőzi a baszkokat arról, hogy a szezon közepén engedjék el egyik legjobbjukat. Ugyanakkor a The Sun értesülései szerint Manchesterben akár még arra is hajlandók lennének, hogy Antonit odaadják cserébe a japánért. A brazil szélsőt a klub jelenlegi helyzetének egyik szimbólumaként tartják nyilván. Rengeteg pénzért érkezett, kifejezetten Erik Ten Hag kívánságára, de eddig inkább botrányaival, mint sem a góljaival tudta felhívni magára a figyelmet. A Manchesteri szurkolók többsége nyilván nem bánná, ha létrejönne az Anthony Kubo csere. A baszk drukkerek körében viszont alig, hanem egészen más eredménnyel zárulna egy közvéleménykutatás a témában. Szánsz ugyanis imádják Kubót, és az ázsiai légiós is jól érzi magát baszkföldön, arra pedig egyáltalán nincs hogy Angliában is megtalálná a számításait. Az FC Barcelona továbbra is bízik Robert Lewandowski-ban. Legalábbis ezt állítja a madridi Azt című sportnapi lap, amely szerint a katalán klub vezetői sem januárban, sem jövő nyáron nem kívánnak megválni a 35 éves lengyel csatártól. Még annak ellenére sem, hogy a Borussia Dortmund és a Bayern München korábbi golvágója ebben a szezonban közel sem teljesít úgy, mint az előző bő egy évtized során. A La Ligában 16 mérkőzésen 8 találatnál jár a lengyel, aki az előző idényben 23 gólig jutott a Barcelonában. Tavaly ilyenkor egyébként már 17 találatnál járt, és 2011 óta csupán egyetlen olyan szezonja volt, amelyben ne talált volna be legalább 20-szor az ellenfelek kapujába. Ettől most nagyon messze van Lewandowski, aki ennek ellenére élvezi Csavi bizalmát. A csapat vezetőedzője a veterán támadó hatékonyságát firtató újságírói kérdésre például így válaszolt. Sajnos ő sem futbalozik elég hatékonyan, de ugyanaz igaz Joao Félixre, Ferran Torresre, Rafinha-ra és a többiekre is. Erről mindenki tehet köztük én is, fogalmazott a Barcelona korábbi legendás középpályása Lewandowskival kapcsolatban, akinek a téli vagy jövő -nyári eladása annak ellenére sem merült fel a klubnál, hogy szerződése értelmében a lengyel évről évre egyre magasabb fizetését futballozik a katalánoknál, ami az Egyesület anyagi helyzetét ismerve nem kis terhet jelent. Joan Laporte elnök ugyanakkor éppen azért szerezte meg tavaly nyáron lewandowski hogy az új barcelonai projekt vezér alakja legyen, és bízik benne, hogy előbb vagy utóbb ismét jönni fognak tőle a gólok. A szurkolók természetesen azt remélik, hogy inkább előbb, ellenkező esetben a barca könnyen, reménytelen helyzetbe kerülhet a bajnoki címet illetően. A gránátvörös kékek 18 fordulót követően ugyanis már 7 pontos hátrányban vannak a lista vezető Real Madrid Girona páros mögött. Tavasszal tehát jelentősen fel kell javulnia a csapatnak, ha a harcban akar lenni az aranyéremért. Ehhez pedig szükség lenne Lewandowski goljaira is, már ha a lengyel valóban marad a csapatnál. Minden esetre Laporta egyelőre azt állítja, semmilyen szaudi vagy amerikai ajánlatot nem hallgatnak meg, bármennyi pénzt is kínáljanak a csatárért, akitől a gólok mellett azt is várják, hogy egyfajta mentorként segítse a télen érkező ifjú brazil támadó, Vitor Hóki beilleszkedését. Az Európai Bíróság tegnapi ítélete szerint az UEFA és a FIFA 2021-ben törvénytelen módon tiltotta meg a kluboknak, hogy csatlakozzanak az akkor létrehozni kívánt Európai Szuperligához. Az Európai Unió luxemburgi székely testülete azt állapította meg, hogy az Európai, valamint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség által alkalmazott, a klubcsapatok számára kiírt versenysorozatok, például az Európai Szuperliga előzetes jóváhagyására vonatkozó szabályok ellentétesek az uniós joggal, és egyik szervezetnek sincs joga ahhoz, hogy kizárással vagy bármilyen más szankcióval fenyegesse meg azokat a klubokat, amelyek csatlakozni kívánnak egy ilyen új sorozathoz. A bejelentést követően pedig nyilvánosságra kerültek az újra gondolt Superliga tervei. Az ötlettel 2021-ben is előálló A22 Sports Management nevű cég egy olyan európai sorozatot álmodott meg, amelyben összesen 64 klub szerepelne három különböző ligában. A legfelső Star elnevezésű, valamint a középső aranynévre hallgató csoportban 16-16, míg a harmadik lig, kék liga névre keresztelt kategóriában 32 klub kapna helyet, a ligák összetétele pedig a nemzeti bajnokságokhoz hasonlóan a kiesés, illetve feljutás következtében szezononként változna. Az alapszakaszt követően minden liga első 8 helyzetje jutna be az egyenes kieséses szakaszba, ahol a negyed és elődöntőkben oda visszamágos párharcokra kerülne sor, az egymérkőzéses finálét pedig semleges helyszínen rendeznék. A kék liga utolsó hús csapata kiesne, helyükre pedig a nemzeti bajnokságok legjobban szereplő klub klubjai kerülnének. Az Aranyliga és a Kékliga döntőjébe jutott két csapat egy osztályjal feljebb lépne, míg a Sztárliga és az aranliga két utolsó helyzetje egy osztályjal lejjebb kerülne. A mérkőzéseket a hét közepén rendeznék, így az új sorozat a jelenlegi európai kupákkal egyszerre zajlana, vagyis a kluboknak választaniuk kellene, hogy a bajnokok ligájában vagy a Superligában vesznek részt. Egyelőre azonban úgy tűnik, a csapatok többsége marad a jelenlegi sorozatoknál, ugyanis már jó néhány klub hivatalos közleményben jelezte, hogy nem kíván csatlakozni a szuperligához és támogatásáról, valamint hűségéről biztosította az UEFA-t. Köztük jó néhány olyan is akad, amely a botrány kirobbanásakor 2021. áprilisában még alapítója lett volna az új sorozatnak, néhány nappal később azonban visszakozott. Többek között a Manchester City, a Manchester United, a Chelsea, az Atletico Madrid, a Borussia Dortmund, valamint a Bayern München is elzárkózott a váltástól. A Bayer Klub közleményében például ez áll egyértelmű, az FC Bayernnél továbbra is zárva marad a Superliga ajtaja. Az angol rekordbajnok Manchester United pedig így fogalmazott a közösségi oldalain. A szuperligával kapcsolatos álláspontunk nem változott, továbbra is teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az UEFA által szervezett sorozatokban történő részvétel mellett az a két alapító klub, amely még nem hátrált ki a Superligából, vagyis az FC Barcelona és a Real Madrid egyelőre nem adott ki közleményt a fejleményekkel kapcsolatban. Ugyanakkor az UEFA első embere, Alexander Cseferin nem volt rest odaszúrni a két spanyol sztárcsapatnak. A szervezet első ember ugyanis a következőket nyilatkozta a Superliga lebonyolítási tervének megjelenése után. Nem próbáljuk megállítani őket, azt csinálnak, amit akarnak. Soha nem is próbáltuk megállítani őket, és ahogy ezt többször is hangsúlyoztuk, azt csinálnak, amit akarnak. Remélem, minél hamarabb el tudnak kezdeni egy fantasztikus ligát két csapattal. Remélem, hogy tudják, mit tesznek, de egyáltalán nem vagyok biztos benne. A futball nem eladó, ezt már többször is megmutattuk, jelentette Ferint. A Barcelona számára egyébként azért is pontos lenne a Superliga elindítása, mert a Sport Című Napilap szerint alapító tagként egy milliárd eurós hűségbónusz a markát, amiért nem hátrált ki a projektből, emme összegnek köszönhetően pedig végre valahára egyenesbe jöhetne a klub anyagi helyzete. Mai kérdésünk pedig ehhez a témához kapcsolódik. Ti a Bajnokok Ligája és a Superliga közül melyik sorozatot favorizáljátok? Írjátok meg a véleményeteket a videó alatt kommentben. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.